azt hiszem, hogy nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a 2019-es esztendő egy szabványos évnek tekinthető az alapítvány munkájának a vonatkozásában. Igazából ugyanazokat a pályázati rendszereket vittük tovább, amelyeket az elmúlt időszakok folyamán is. Hát egész évben ugye befogadtunk közel 39 ezer pályázatot, ebből a legnagyobb részt az oktatás-nevelési támogatást tette ki, ott kb. 22 ezer pályázónak nyújtottunk támogatást, illetve jelentősnek tekinthető még a gyermekétkeztetési támogatás, itt ugye 6,8 ezer gyermeknek nyújtottunk ilyen segítséget, 5 ezer oktatási dolgozónak, vagy 2,5 ezer egészségügyi dolgozóról is beszélhetünk, illetve hát ne feledkezzünk meg a kultúrmunkásokról is, a könyvtárosokról, közgyűjteményi dolgozókról, ők szintén támogatásban részesültek. Ezen kívül folytattuk, amit már 10 éve viszünk, a kapcsolattartási támogatást is. Igaz, ennek a mennyisége folyamatosan csökken, mert amióta Ukrajna vízummentes lett, azóta ez az igény ez jelentősen csökkent, és tulajdonképpen ez egy kifutóban lévő rendszer. Ami újdonságnak mondható a 2019-es évvel kapcsolatban, az az, hogy sikerült némi egyszerűsítést vinni a pályázatok lebonyolításában. Tehát például a pedagógus pályázat kétkörös helyett egykörös lett, illetve a gyermekétkeztetési támogatás szintén egykörös sikerült megszerveznünk, ami egy jelentős egyszerűsítés és hát kevesebb papírmunkával jár, és természetesen a támogatottak ugyanúgy megkapták a támogatási összegeket. Ami még változás volt az előző évekhez képest, az az, hogy sikerült kiterjeszteni a pályázatot a közgyűjteményi dolgozókra is, mert ők csak a könyvtárosok szerepeltek addig, most már a mindenféle múzeumok, képtárak munkatársaira is sikerült ezt kiterjeszteni. Illetve hát meg kell említenünk, hogy a 2019-es évben kísérleti jelleggel elindítottunk egy új pályázati rendszert, ami a digitális felzárkóztatást hivatott támogatni, és ennek a keretében a széles sávú internethez való optikai kábellel történő csatlakozást támogatjuk a magyar családok részére. Hát ez egyelőre csak kísérleti jelleggel, itt egy 730 család igényelte ezt a támogatást, tehát reményeink szerint ezt a támogatási formát ezt folytatni fogjuk 2020-ban, amennyire magyar fél is fogadókész lesz erre a dologra. Úgy vélem, hogy ez egy fontos dolog. A mai modern korban a nagysebességű internet ez egy fontos tényező, és hát a magyar lakta vidékeken elmondhatjuk, hogy még távolról sem mindenki rendelkezik ilyen internettel, ami nem titkolt hátsó szándéka tulajdonképpen a dolognak, hogy a televízió adások vételi lehetőségét is bővítsük, elsősorban ugye a magyar földfelszíni digitális adást, amiben ugye a magyarság egy kicsit a mostoha gyermekként kezeltetik Ukrajnában, hiszen tudjuk róla, hogy a Beregszász környéke az nincs igazából lefedve a digitális földfelszíni adásokkal. Úgyhogy talán ezen a téren is sikerül valamilyen előrelépést elérnünk. Ami tervünk volt 2019-ben, de hát nem igazán sikerült, az egyik, hogy terjesszük ki a pályázati rendszert a sportiskolák dolgozóira, illetve a nyugdíjasokra is, tehát azokra a nyugdíjasokra, akik Ukrajnában kapják a nyugdíjukat, tehát nem a magyarországi nyugdíjasokról beszélünk, és akik ugye oktatási intézményben pedagógusok voltak annak idején, vagy orvosok voltak, nővérek voltak, stb. Hát egyelőre ezt jogi akadályok miatt nem sikerült megvalósítanunk, mert ehhez módosítani kell a Bethlen Gábor alapnak a végrehajtási rendeletét is, ami egy ugye a magyar jogalkotási folyamatnak a része. Hát állítólag ez is elindult, úgyhogy reményeink szerint 2020-ban ezt talán sikerül bevezetni. Mi legalábbis a magunk részéről ezt újra és újra kezdeményezni fogjuk. Ezen kívül ugye meg kell említenünk még azokat a jogi személyeket, amelyek szintén pályázat keretében támogatást kaptak, hiszen a Bethlen Gábor alapnak a regionális pályázatait is mi kezeljük. Ugye 260 intézmény nyújtott be pályázatot, és hát ezeknek kb. 60%-a részesült támogatásban, itt ugye iskolák, óvodák, könyvtárak, mindenféle társadalmi szervezetek, egyházi intézmények, amelyek ugye támogatásban részesültek.
Illetve 2019-ben még megjelent egy olyan támogatási lehetőség is, ami tulajdonképpen ilyen tranzit támogatás, tehát például a magyar konzulátus támogatást nyújtott a Szolyvai Gyermekotthonnak, és ennek a pénzügyi lebonyolításában az alapítványunk nyújtott segítséget. Tehát a pénz az alapítványon keresztül jutott el a cél szervezethez. De ugyanígy történt ez a Szürte iskola esetében, vagy a Szernyei iskolának a sportpályája esetében is. Ott is az alapítvány volt a közreműködő szervezet, amelyen keresztül ugye folyósították ezeket a támogatásokat. Jelen pillanatban, ugye még most indul csak az év, de már a 2020-as évre meghirdette a Bethlen Gábor alap az újabb nagyösszegű meg regionális pályázatait is. Hát itt is azt lehet mondani, hogy megnövekedett a keret, ugye ahogy 2019-ben duplájára növelték a szociális jellegű támogatásoknak a keretét, ugye a pedagógusok, orvosok, stb. Tehát itt is most egy jelentős emelkedés van, ugye 150 milliós lesz a keret a regionális pályázatokra, illetve hát megnövekedik az az összeg is, amelyre be lehet nyújtani egy szervezetnek a pályázatot. Ezzel párhuzamosan azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy szigorodtak a feltételek, és tehát mindenképpen bejegyzett szervezetek nyújthatnak be pályázatot, és a frissen bejegyzett szervezetek azok egyelőre nem nyújthatnak be pályázatot a Bethlen Gábor alaphoz. Hát majd meglátjuk, hogy a gyakorlat hogyan fog történni, ezzel kapcsolatban még lesznek nyilvánvalóan egyeztetések. Ezek a pályázatok január végéig folynak, tehát itt is felhívhatjuk mindenkinek a figyelmét, hogy aki igényli ezeket a támogatásokat, az ne feledkezzen el arról, hogy ezt elektronikusan meg kell pályázni a NIR rendszerbe, a Bethlen Gábor alapnál. Egyébként úgy vélem, hogy az előző támogatási formák folytatódni fognak, tehát azok a rendszerek, amelyek eddig működtek, ezek továbbra is működni fognak, illetve hát meglátjuk, hogy milyen igények merülnek fel ebben az évben, és milyen lehetőségeket biztosít majd a magyar állam erre nézve. Most ugye a pedagógusok bérezése az igen különböző lehet, tehát ezt így nem nagyon lehet megmondani. Az tény, hogy ebben a támogatási formában a pedagógusoknak, akik teljes állásban dolgoznak, azoknak 500 ezer forintra lett felemelve a támogatási összege, a félállásban dolgozóknak 300 ezerre, illetve hát a kisegítő dolgozók is, ugye takarítók, egyéb személyzet szintén 100 ezer forintos támogatásban részesül. Én úgy gondolom, hogy ez már egy jelentős összeg, hogyha havi lebontásban megnézzük, és ezt hozzáadjuk a fizetéshez, akkor ez már legalább egy ilyen 30%-át, gondolom 40%-át képezi. Persze egy kicsit rontott a helyzeten ebben az évben, hogy igen rosszak voltak az árfolyamok. Tehát elsősorban a forint-euró árfolyamról beszélünk, elsősorban pedig az euró-grívnya árfolyamról, ami igazából azt eredményezte, hogy az a grívnya összeg, amit a pedagógusok kapnak, az most viszonylagosan alacsonyabb lett, mint ahogy azt vártuk volna a megemelt támogatáshoz képest. De hát ezzel nem tudunk mit kezdeni, ez egy adottság. Másik dolog, amit tudni kell, hogy ezeknél a támogatásoknál az alapítvány köteles kifizetni az adót a természetes személyek helyett. Tehát nem a támogatottnak kell az adót befizetni, az alapítványnak kötelessége levonni ezt az adót, és a tiszta összeget kapja meg az érintett, ami után már további adót fizetni nem kell. És hát ugye az adók Ukrajnába, amilyen az adórendszer, ezt mi kénytelenek vagyunk természetesen levonni és átutalni a megfelelő helyre. Úgyhogy elég jelentős az adótartalom is, amit befizetünk. Mondjuk ebben az évben ugye körülbelül 2,9 milliárd forint volt az a támogatás, amelyet eljuttattunk a támogatottakhoz, de ezután egy hozzávetőlegesen 30 millió grivnya adót be kellett fizetnünk az ukrán államnak, aminek körülbelül a 60%-a marad a járási, tehát a járásoknál, városoknál, ott, ahol az alapítványnak a fiókjai be vannak jegyezve. Ennek érdekében ugye az Ungvári járásban is, a Beregszázi járásban is, a Munkácsi járásban, illetve most ebben az évben Beregszázban is nyitottunk egy ilyen alapítványi kirendeltséget, hogy ezek az adó grivnyák, ezek a megfelelő tanácsokhoz
jussanak el. Ugye az eredeti szándékunk az az volt, mert itt körülbelül 16 millió grivnyáról beszélünk, amit a járási költségvetések megkapnak pusztán ezekből az adókból, hogy ebből majd valamilyen fejlesztéseket tudunk ugye a magyar településeken végezni. Hát ez csak részben sikerült tulajdonképpen, mert olyan szomorú állapotban vannak a járási meg a városi költségvetések, hogy igazából a fehér foltoknak a betakarására vagy a lyukak betömködésére használják fel azokat a pénzeket, amik beérkeznek. Tehát fejlesztése már nem nagyon marad. És hát ezek a támogatásokból lecsapódó adók is tulajdonképpen arra mennek, hogy tulajdonképpen fenntartsák a működő képességét ezeknek az intézményeknek. Az az igazság, hogy ez az, ami nem mérhető. Mert nem tudjuk, hogy mi lenne akkor, ha nem lennének ezek a támogatások. Egy lassító ereje ennek van, tehát valamilyen visszatartó ereje van, de azt kell, hogy mondjam, hogy pusztán ez a támogatás, ez senkit sem fog megakadályozni abban, hogy esetleg másút kezdjen egy új életet. És itt elsősorban ez nem csak a támogatásokon és nem csak pénzeken múlik ez a dolog, hanem azon, hogy az ember lát-e valamiféle perspektívát maga előtt Ukrajnába. Van-e valamilyen pozitív jövőkép, valamilyen ígéret, ami fele ő mehet, ahol emelkedhet, fejlődhet, karriert építhet, biztosíthatja a stabil létét. Most ez hiányzik. Ez pusztán egy támogatással nem adható meg. Tehát nyilvánvalóan az a cél, amit kitűzött ez a nemzetpolitikai, de valójában szociális jellegű támogatás, hogy lassítsuk le a kiáramlást, és valahogy próbáljuk megőrizni a magyar intézményeknek a működő képességét. Hát én gondolom, hogy ezt a célt ez betöltött.